Most következő műsorszám megtekintése csak 12 éven felülieknek nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Bernard Walter korán felkelt. Az SS főtörzsőrmestert egy különleges megbeszélésre rendelték be mára. Olyan műveletre, amiről egy külső sem tudott. Oswiecim, vagy ahogy a németek hívták, Auschwitz külvárosában lévő lakása csak pár kilométerre volt úti céljától. Walter ragyogó napsütésben motorozott. Az Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor harmadik számú krematóriuma már javában működött. A táborban lévő rabok 4 és 5 között keltek. A munka 6-kor indult. Reggelire csak forró erőlevest kaptak. Néhányaknak, mint Dario Gabajnak, kicsit több járt. Ő egy speciális alakulat, a Sonderkommando tagja volt. Jobb volt, mint bárki más. Nem tartottak minket rosszul, ezért is éltük túl sokáig. Volt elég ételünk, hogy túléljük, meg tisztálkodási és egyéb eszközeink. A próde létfontosságú bónusz ez, de megvan az ára. A tető alatti hálószobából Gabaj egy lépcső jut le az égetőkhöz. Itt dolgoznak a különleges alakulat tagjai éjjel-nappal, 2 12 órás műszakban reggel 6-tól. 7 nap múlva cserélik a műszakot. Már 10 napja ment, 1944 május közepe volt, és még messze nem látszott a vége. Vonat vonat után érkezett, és ma több transport érkezik a táborba. A transportoknál, amikor a magyarok jöttek, azt el se tudtuk hinni. 5-15 ezer is jött egy nap. Az 500 000 ember. Felfoghatatlan volt. Csak jöttek és jöttek. Csupán május 26-án 16 ezer magyar zsidót küldtek Auschwitzba. Az egyikük a 13 éves Irén volt. A kisebb gyerekeknek nem mondtak semmit. Közel voltak anyámhoz a padlón, a többiek kicsit távolabb. De mind tudtuk, hogy olyan helyzetbe kerültünk, ahol nincs semmi segítség, sem remény, csak félelem. Nagyon féltünk, de mégis azt gondoltuk, nem lehet olyan rossz, mint amilyennek tűnik. Volt mégis egyfajta remény. Az utasoknak fogalmuk sem volt róla, hová tartanak és mi vár rájuk. Túl gyorsan történt minden. Európa 1944 tavaszán. Németország és csatlósai, köztük Magyarország uralták a kontinens nagy részét, de a szövetségesek előre törtek minden fronton. A Vörös Hadsereg elérte Magyarország keleti határát, és a magyar vezetők elgondolkodtak azon, hogy oldalt váltanak. Ennek megakadályozására 1944. március 19-én a német seregek bevonultak Magyarországra. Az ország 800 ezer fő zsidó lakossága ekkor a megszállók kegyelmétől függött. A nácik meg akarták semmisíteni őket, ahogy a többi területükön is tették.
De eleinte mintegy 150 ezer magyar zsidó zsákmányoltak ki rabszolgamunkásként a birodalom fegyvergyáraiban. A mai Ukrajna területén lévő kárpátaljai falucska zsidó lakói voltak az elsők, akiket összegyűjtöttek. Köztük olyanokat, mint a fakereskedőt Meyer Vogelt. Neki, feleségének, Liának és 6 gyermeküknek fel kellett készülni az indulásra. Május végén táviratban tájékoztatták a berlini német külügyminisztériumot, hogy aznapig 150 ezer zsidót szállítottak Kárpátaljáról és Erdélyből a rendeltetési helyükre. A náci szóhasználatban a rendeltetési hely Auschwitzot jelentette. A deportáltak közt sok pletyka kelt életre. Hallottam, ahogy a felnőttek azt mondták, hogy Lengyelországban zsidókat gyűjtöttek az erdőbe, és egy lövészegység várt rájuk, és szó szerint elkaszálták őket, majd tömegsírokba tették. Ezt hallottuk, de nem hittük el. Az apám folyton figyelte kint a földet, és tudta, merre haladnak a vágányok, hol a szétválasztás a különböző helyekre, ezért egy pillanat alatt megállapította, hogy a vonat Lengyelország felé fordult. Nagyon hamar, pár perc múlva meg tudta mondani. Azután síri csend honolt a kocsiban. 1944. május 26-án a vonat begurult az Auschwitz-Birkenau táborba. A síneket kifejezetten a Magyarországról érkező további szállítmányok egyszerűbb kezelése céljából hosszabbították meg a tábori komplexum felé. A végső megoldás előtt nem lehettek akadályok. Apám kinézett, amikor megállt a vonat, kinézett, és azt mondta, ez nem az erdő, laktanyát látok, csíkos egyenruhás foglyokat és néhány katonát, de sok laktanyát. Úgy néz ki, mint egy munkatábor. Ez egy munkatábor. És az emberek hirtelen megnyugodtak. Mindenki azt mondta, oké, ha munkatábor, hallottam, ahogy a felnőttek mondják, akkor majd dolgozunk, ha kell. Dolgozunk, amíg véget nem ér a háború, amíg meg nem változik a helyzet. Ki gondolta volna, ami ezután jött? Senki? Kizártnak tartották. Közvetlenül a rámpa mellett állt az úgynevezett blokkvezető SS alkalmazott őrszobája, aki átvette az emberszállítmányt. Tökéletes helyszín, hogy Bernard Walter leparkolja a motorját. Innen csak pár méternyi séta a helyszín, ahová Waltert berendelték. A rámpák körül nagy volt a nyüzsgés a korai időpont ellenére is. Egy magyarországi zsidó egység feldolgozásra kerül, ahogy az SS nevezte. Elvileg szigorúan tilos volt fényképezni a táborban, de Bernard Walter mindenki szeme láttára működtette fényképezőgépét. Fotói az egyetlenek, amelyek bemutatják a megsemmisítő tábort munka közben. Miért lehetett neki azt, amit senki másnak? Stefan Hördler történészt éveken át nem hagyta nyugodni ez a kérdés. Kiterjedten tanulmányozta Walter fényképeit és életrajzát. Mitől vált Walter Auschwitz fényképészévé? A kőművesinas 1933. májusában csatlakozott a párthoz és az SS-hez. A kézzel írt önéletrajza és az SS-nél talált személyes iratai alapján Walter 22 éves volt akkor, és rendszeresen kimaradt a munkából. Bernard Walter a maja napraforgó típus volt, aki csak azután lépett be a pártba, hogy a nácik hatalomra jutottak, hogy ő is a rendszer részese legyen.
Nehéz eldönteni, valóban buzgó hívő volt-e, vagy csupán opportunista. Talán mindkettő. Zumindest hatte Bernhard Walter nicht nur kein Problem für das System tätig zu sein. De legalábbis nem tűnt úgy, hogy problémát okozott volna a rendszert szolgálni, hiszen folyamatosan mindent a rendszernek adott, egészen 1945-ig. 1934-ben Walter önkéntesen jelentkezett őrnek Dachauba, az egyik előkoncentrációs táborba. A nácik hatalomra jutása után több tízezer ellenfelet tartóztattak le, hogy eltöröljék az új rezsimmel szembeni valamennyi ellenállást. Az évek során Walter több más táborban is állomásozott, ahogy az SS újabbakat hozott létre az ország területén. 1941. januárjában szolgálatra jelentkezett a felső-sziléziai Auschwitzban. Az egykori lengyel provinciát Németország két évvel korábban csatolta el, miután leverte annak védelmét. A 40-es évek elején a város mellett lévő lengyel katonai barakkokat alakította át koncentrációs táborrá. Akkor már 7 éve volt az SS-nél, így a látvány nem volt ismeretlen Bernhard Walter számára. Még a kapu feletti felirat is épp olyan, mint az első helyén Dachauban. Arbeit macht frei. A munka szabaddá tesz. Auschwitzban különleges feladatot bíztak rá. Mivel egy autóbalesetben betört a koponyája, Walter alkalmatlan volt az őrködésre. De az SS nem hagyta magára a régi híveket, így fényképezéssel bízták meg. A táborban a 26-os blokkban kapott szállást és az igazolvány részleg felállításáért felelt, amely az egyes táborok úgynevezett politikai szárnya volt. Kellemes munka volt. A feladatok nagyját a rabok végezték, és volt egy másik SS fényképész is Walter alatt. A munkájuk az összes új fogoly lefotózása és regisztrálása volt. Ha bármelyikük meg tudna szökni, a felvételt körbeküldik a régióban. Eleinte az Auschwitzhoz hasonló koncentrációs táborok elsődleges feladata a helyi lakosság megfélemlítése volt. Ennek érdekében a németek önkényesen letartóztatták a lengyel elit tagjait, hogy elnyomják az esetleges ellenállást. Még akkor is, ha éppen csak kinőttek a gyerekkorból. Auschwitzban Waltert Hauptscharführerré léptetik elő, amely az SS-en belül a második legmagasabb altiszti rang, a főtörzsőrmester megfelelője. Az azonosító részleg vezetőjeként Walter különleges kiváltságokat élvezett. A felesége és az egyéves kisfiúk engedélyt kaptak, hogy csatlakozzanak hozzá a táborban. A család hamarosan újabb tagokkal bővült, és a felesége előbb újabb fiúnak, majd egy lánynak adott életet. Mindez tökéletesen összecsengett az SS családbarát megközelítésével. A tábor struktúrájának központi emberei magukkal vitték a családjaikat, amikor csak tehették. Az SS ezt egyfajta megnyugtató elemnek tekintette. Saját pihentető hátterük lehetett, ami kiegyensúlyozta az úgynevezett kemény szolgálatot. Bernhard Walter nem csupán rabokat fotózott, hanem más SS tagokat is. Hivatalos tábori fotósként jelen volt a kirándulásokon és a partikon is. A fontos esemény volt, Walterrel tartotta segédje, Ernst Hoffmann SS őrmester is. Az egykori általános iskolai tanárnak jó érzéke volt a fotózáshoz. Ezért látható Walter egy képen az SS vezetőjével, Heinrich Himmlerrel, amelyet a tábor látogatása során készítettek 1942. júliusában. Az SS fejének jó oka volt arra, hogy Auschwitzba menjen.
Himmler egy új, még építés alatt álló tábort akart megvizsgálni, mintegy 3 kilométerre a meglévő tábortól, amelyet ma Stammlagernek, vagyis főtábornak neveznek. Az új helyszín Brezsinka falu közelében található, amelyet a németek Birkenau-nak hívnak. Auschwitz-Birkenau, más néven Auschwitz II téglalap elrendezésű volt akár az ókori római táborok két egymást keresztező főúttal. Ezek választották el a barakblokkokat, ahol a foglyokat tartották. Ezektől kellemes távolságban épült az őrök barakja. Himmler jól ismerte mindezt, valójában egészen más érdekelte. A tábor peremén egy parasztház állt. Az úgynevezett fehérházból mára csupán az alapok maradtak meg. A tábori parancsnok Rudolf Höss 4 légmentesen záró kamrát telepített az épületbe. Most mutatja be felettesének az új módszert a zsidók szisztematikus meggyilkolására, amelyet a rezsim már az előző évben kezdeményezett. Addig többnyire lelőtték őket. A fehérházban mérgező gáz ciklon B kibocsátása miatt halnak meg. Himmler az elejétől a végéig végignézi a gázkamra bemutatóját a kíséretével együtt. Két ember biztosan köztük volt, akik a fényképeket készítették, Bernard Walter és Ernst Hoffmann. Himmler le volt nyűgözve. Sőt, Auschwitz több fontos vasútvonalhoz is közel helyezkedett el. Mivel más megsemmisítő táborokat, így Treblinkát, Belzeket és Szobibort a közelebb eső frontvonalakra való tekintettel be kellett zárniuk, Auschwitz vált a legfőbb halálgyárrá. Így lett 1944. májusában minden magyarországi zsidó célállomásává. Amikor a Vogel családot szállító vonat május 26-án megérkezett, az SS Auschwitz-Birkenau-ban már közel 2 éve kapott ilyen szállítmányokat. Mégis ennyi ember beáramlása ilyen rövid idő alatt szokatlan látvány volt még Bernard Walter számára is. 430 ezer ember érkezett mindössze 8 hét alatt. Az úgynevezett magyar projekt akkora esemény volt, hogy Waltert kifejezetten utasították rá, hogy rögzítse a kamerájával. Feltételezhetjük, hogy a képek Rudolf Höss személyes megrendelésére készültek. 1943. novemberéig volt a tábor parancsnoka. Majd 44. májusában visszatért, hogy irányítsa a különleges műveletet. És persze azt akarta, hogy sikersztori legyen, és saját magát a koncentrációs tábor adminisztrációjának szakértőjeként mutatta be. Úgy tűnik, a május utolsó hetében Walter által készült képek egyfajta teljesítményrekord bemutatására szolgáltak. Höss dicséretet akart felettesétől, Heinrich Himmlertől. Az üzenet az volt, mindent kézben tartok. Nem sokára kinyílt az ajtó, és kiabáltak, és üvöltöttek, hogy raus, raus, raus. Aztán hagyjatok itt mindent, ne hozzatok magatokkal semmit. Emlékszem, még mindig hideg volt, és anyám nagyon praktikus asszony volt. Képes volt logikusan gondolkodni, és azt mondta, vegyetek fel több ruhát, mindenki. Mindent, amit csak tudtok pár perc alatt. Nekem volt egy nagy kabátom, felvettem azt, és áll volt a fejemen. Majd kiugrottunk a vonatból, és minden mást ott hagytunk. Mégis a dolgok nem mindig működtek olyan olajozottan, ahogy ezt a fénykép sugallja. A szemtanú káoszról és brutalitásról számoltak be a rámpákon. Bernard Walter nem látta hasznát olyan képeknek, amelyek megzavarhatják a deportáltak tökéletes feldolgozásának benyomását. Sok fényképen nyilvánvaló az érkezők tanácstalansága.
Örültek, hogy kiszállhattak a vagomból. Friss levegőt szívhattak, és újra láthatták a rokonokat vagy barátokat, akik más kocsiban voltak. Egyfajta megkönnyebbülés látszott az arcukon, hogy végre megérkeztek valahová, és hogy valószínűleg vége a megpróbáltatásoknak. Walter még egy vagon tetejére is felmászott, hogy jó szöget kapjon el a következő képekhez. Az érkezőket négy oszlopra osztják. Kettő a rámpa keleti oldalán a kapu felé nézett, a másik kettő a nyugati oldalon az ellenkező irányba. Minden oszlop egy központi, betöltetlen tér köré volt állítva. Azután a vonatot a felénél szétcsatolták, hogy hozzáférjenek a B tábori úthoz. Ezután indult az úgynevezett kiválasztás. A nőket és a gyerekeket előre kényszerítették a rámpa nyugati oldalára. Fogel Irén a következőket idézi fel a történtekről. Aztán megindultunk. Megindult a tömeg, és hirtelen már elől is voltunk. És szembenéztünk egy tucat náci katonával és kutyáikkal. Az egyiküknél volt egy bot. Az SS tagjai a sétapálcájukkal bírták gyorsaságra a tömeget. Az SS orvosok kiválasztották azokat, akik munkaképesnek tekinthetők. Az időseket, rokkantakat és gyermekeket természetüknél fogva munkaképtelennek minősítették. Az idősebb nővérem 17 éves volt. Neki intettek így, és elment. Mert bármerre mondták, hogy menjünk, sokan mentek. Nem csak egy-két ember, hanem egy-kettő-három. Sokan mentek. Az anyám és két kisfiú azon az úton mentek, aztán eltűntek, és sokan mentek arra, azonnal. Én még ott voltam a csoportban, és fogtam a húgom kezét. 12 éves volt. Aztán jött a bot. Az utolsó kép Editről még a szebb időkből. Én arra mentem, amerre a nővérem, ő meg amerre anyám. Oldalt megálltam, és arra gondoltam, Istenem, anyánk már rég elment, és már sokan mentek arra. Nem fogjuk utolérni. She's not gonna catch up. Több mint 30 évvel később Irén most először látja ezt a képet, és úgy véli, ez ő, épp abban a pillanatban. Csak álltam ott teljes sokban és rémületben. Annyira megijedtem miatta, féltettem őt. Hirtelen felfogtam, hogy az volt a fejünkben, hogy ez egy munkatábor. Annak is tűnt. A fiatalokat külön választják. Ez logikus. Dolgozni fognak. Az időseket, az anyák és gyermekeket is külön választják, de majd találkozunk. Valamiféle táborban. De mi lesz Edittel, a kis húgom? Ő nem lesz velünk, mert amikor találkozunk, addigra ő elveszik. Senki se kérdezte, mi a nevünk, vagy hogy ki kihez tartozik. És arra gondoltam, talán nem fogtam elég erősen a kezét. A gyermekek és az anyák elsőként haltak meg Auschwitzban. Az SS inkább eltekintett a potenciális női munkaerőtől, mintsem kockáztassa az azt okozó zűrzavart, hogy erőszakosan választják el az anyákat gyermekeiktől.
A fotós napokon keresztül mindent megörökített, ami a rámpákon történt. Így továbbállt a következő motívumra. A két auschwitzi fotós néhány napon át azokat követte utolsó sétájukon, akiket nem tartottak alkalmasnak. Északra vitték őket a B-tábori út mentén, távol a rámpától, miközben Bernard Walter és segédje Ernst Hoffmann a kamerájukat az idősekre, a nőkre és a gyermekekre irányították. Úgy tűnik, aggódnak, de nem elkeseredettek. Nem tudták, hogy ezek a képek lesznek az utolsó dokumentumok a létezésükről. Másfél kilométer után a B tábori út egy kis erdőbe vezetett, amely még mindig a tábor kerítésén belül volt. További fotók készültek annak bizonyítására, hogy nem lépett fel probléma. Vajon a fotósok éreztek némi szánalmat a közvetlen rájuk néző gyerekekkel szemben? Bernard Walter maga is apa volt. Népszerű fickó a bajtársai körében. Ahogy ez a tábori szolgálatának idején készült rajz is jól mutatja. Olyan emberként írják le, aki törődik másokkal és szeret tréfálkozni. Kiváló társ és igazi mókamester. Hogy válhat egy ilyen ember önszántából egy gyilkos gépezet fogaskerekévé? Bernard Walter selbst ist er bereits seit Bernard Walter 1934 óta szolgált koncentrációs táborokban. Tehát nem először látott erőszakot vagy gyilkosságot. Ma nehéz elképzelni, de egy SS tag számára ez a mindennapi élet része volt. Nem csak hozzáedződött ehhez a látványhoz, de az ideológiát is elfogadta. Az állatok közt a patkányok képviselik a rossz indulatú föld alatti enyészetet. Épp ahogy az emberek közt a zsidók. A propaganda több mint egy évtizeden át segítette elő a zsidók iránti gyűlöletet. Mi járhatott egy hétköznapi SS tag fejében? Stefan Hördler történelmi tanácsadóként több tanulmányban is, több tárgyaláson is bizonyítékkal szolgált. Az egyik vádlotta volt tiszthelyettes, Oskar Göring volt, aki irodai munkát végzett Auschwitzban. Szilárd meggyőződésünk volt, hogy minket, németeket, mindenki elárult körülöttünk, és hogy volt egy nagy zsidó összeesküvés ellenünk. Amikor a gyerekekről van szó, az ember csak arra tud gondolni, hogy ők nem árthatnak nekem. Hogy állt ehhez a kérdéshez? A gyerekek önmagukban még nem ellenségek. Az ellenség a bennük lévő vér. Zsidóvá válhatnak, aki aztán veszélyessé válhat. Ezért voltak bevonva a gyerekek is. A vérelmélet túlzóan nagy részét tette ki a náci fajelméletnek. Természetesen biológiailag lehetetlen megkülönböztetni egy zsidó vérét egy nem zsidóitól. Ezért kifejlesztettek egyfajta metafizikai szuperstruktúrát, a faj lelkének gondolatát, amelyet a vér nemzedékről nemzedékre visz tovább. A nácik szempontjából tehát nyilvánvaló, hogyha el akarja törölni a teljes zsidóságot, akkor azt gyökerestül kell kiirtani. Ez pedig a férfiak, nők és gyermekek nagyipari legyilkolását jelentette. Frauen und Kindern. Csupán néhány lépésre volt a kis erdőtől a négy nagy gázkamra, amelyet az SS időközben felállított. Azt, ami ezután történt, sosem rögzítették kamerával. Az új helyszíneken
A 2-5 krematóriumban végzett eljárásokat a legapróbb részletekig kidolgozták. Az áldozatoknak először le kellett vetkőzniük az előszobában, mert elvileg zuhanyozásra készültek. A falon lévő akasztók a megtévesztés részét képezték. Az áldozatoknak azt mondták, hogy jegyezzék meg az akasztók számát, hogy majd újra megtalálják a ruháikat. Az Onderkommando emberei mondták, hogy mit kell tenniük. Dario Gaba és társai voltak az utolsók, akik élve látták a foglyokat. Miért nem figyelmeztették őket, hogy mi vár rájuk? Nem beszélhettünk velük. És nem is akartunk. Ha hozzájuk szólunk, a németek megöltek volna. Úgyhogy nem. De persze sokan nem voltak bolondok. Sokan tudták, hogy valami furcsa dolog történik. Ezt követően beléptek az állítólagos zuhanyzóba. A mennyezeten lévő zuhanyfejek azonban hamisak. A helyiség közepén volt egy rácsos oszlop, ami a padlótól a mennyezetig vezetett. Itt dobták be a ciklombét. A terem 230 négyzetméteres. Mintegy 1600 embert tereltek be egyszerre. Miután az ajtó becsukódott, alig maradt hely a mozgásra. Akkor gondolkodtak el, hogy valami más történik, mert nem láttak vizet sehol. Ekkor ijedtek meg egy kicsit, és miután bezárták az ajtót, hallani lehetett, ahogy kaparják a falat. Az SS egyik tagja beöntötte a ciklombét, amelyet kártevők kiirtására fejlesztettek ki. Miután a granulátumokat szabadon engedték, halálos ciángáz szabadult fel belőlük. Az első tünet az erős mellkasi fájdalom volt, amelyet epilepsziás rohamhoz hasonló súlyos görcsök követtek. Das war ein Vorgang, der rendkívül fájdalmas folyamat volt. Und mégis sok SS tag később azt hozta fel a saját védelmében, mondván, ez az ölési mód humánusabb, mint az áldozatok lelövése, ami nem garantálja, hogy azonnal meghalnak. Ezek rendkívül cinikus, rosszindulatú kijelentések, amelyeknek természetesen közük sem volt a valósághoz. Minél távolabb állt valaki a behelyező aknától, annál tovább tartott a haláltusája. Hogy kinyitotta ki az ajtót? A végén a kápó. 30 percig tartott. Aztán kinyitották az ajtót. Ez volt az a pont, ahol, ha ember vagy, valami elkezd dolgozni benned. Látod, hogy azok az emberek, akiket fél órája még élve láttál, hogy most hirtelen mind ott vannak a padlón, el voltak kékülve a gáztól, és egymás hegyén hátán fekszenek. Nehezen vettük rá magunkat, hogy felvigyük őket a kemencékhez. A gázkamrák mellett kemencék álltak, ahol elhamvasztották a testeket. Minden házon belül volt. Az első magyarországi zsidók megérkezésével a kemencék éjjel-nappal működtek. 1944. május 26-án több mint 10 000 embert hajtottak be egyetlen nap alatt Auschwitz-Birkenau 5 gázkamrájába. Nem messze a 4-es és 5-ös számú krematórium gázkamráitól és kemencéitől volt az úgynevezett központi szauna, vagy ahogy a tábori foglyok nevezték, fürdőház. Ide küldték azokat, akiket kényszermunkára választottak ki.
Lehetséges, hogy ezeket a képeket is Bernard Walter készítette, de nem állapítható meg biztosan. A bejárat egyetlen nagy teremre nyílt. A nőknek megparancsolták, hogy vetkőzzenek mesztelenre. Aztán végig kellett menniük a folyosón egy másik helyiségbe, ahol levágták a hajukat. A következő állomáson férfiak távolították el a testszőrzetet, mindent. Fiatal nők voltak, akik otthonról jöttek, a védett kis életükből, és egyszer csak ez történik velük. Velem is. Én is csak 13 voltam. Nem tudtunk mire gondolni, nem is gondolkodtunk. Olyan dolgok történtek, amik nem e világiak voltak. Aztán végül elértünk a végére, és lezuhanyoztunk. Ez igazi volt. Csak egyetlen kép maradt fenn, amely férfi foglyokat ábrázol. A korábbi életükből csak a cipőjük maradt, és ez is ritka eset volt. A szomszédos szobában állva hagyták őket, amíg meg nem száradtak. Ezután fogolyruhát kaptak, amelyet nagy konténerekben fertőtlenítettek. Egyenruhát kaptunk, egy zsáknyi szürke ruhát. Kivettünk egyet, és néha hagyták, hogy megtartsd a cipőd. Néha nem. Azt hiszem, nekünk megengedték, hogy megtartsuk. Gyorsan lement ez a folyamat, de nem e világi volt az egész. Aztán kijöttünk, és olyan teremtményi alakultunk, ami már nem is volt ember. Irene számára a folyamat véget nem érőnek tűnt. De mennyi idő telhetett el valóban a megérkezés és az akkori állapota között? Stefan Hördler gondosan átvizsgálta az auschwitzi képeket, és nyomokat talált egy másik transport képein. Ez egy fotósorozat egy Takovóból érkező transportról. A képek lefedik a történéseket az érkezéstől egészen addig, míg csíkos fogolyruhában mutatják a kényszermunkára kiválasztottakat. Mivel a vasúti sínek pontosan kelet-nyugati elhelyezkedésűek voltak, az árnyékokból meghatározható a nap magassága és ezáltal az időpont is. A jobboldali vonat biztosan 11 és dél között ért a táborba. Az egyes deportáltak arca, így a vonattal érkező patikus Stefan Balaszájé is megtalálható későbbi képeken, amikor már fogolyruhában állnak. Az árnyékok ismét egyértelmű bizonyítékként szolgálnak az időről. A nap magassága alapján ezek a fotók körülbelül 5 óra körül készültek. Tehát feltételezhetjük, hogy az érkezés és a foglyok átválogatása és az elgázosítás, vagyis SS nyelven mondva a küldemény feldolgozása között csupán 4-5 órás időtartam telt el. Négy-öt óra. Ez szerint az 1944. május 26-ai fénykép szerint a szelektálásra reggel 8 órakor került sor. A szállítmány az SS eufemizmus szerint dél és egy óra között került feldolgozásra. Az itt látható személyek közül vajon hányat gyilkoltak meg a következő órákban? Az ölési arány rendkívül magas volt. Sok korábbi SS tag, akit kihallgattak és vád alá helyeztek a háború után, többször is kijelentette, hogy a gyilkolási arány elérte a 75 vagy akár a 80%-ot is. 17 óra 30 körül az olyan SS tagok, mint Bernard Walter is végeztek aznapra.
Valószínűleg visszatért a főtáborba, a 26-os blokkban lévő azonosító részlegben lévő irodájába. Itt dolgozták fel a magyar projekt fényképeit. A cél az volt, hogy fotóalbumba rendezzék őket. Ez a parancsnok Rudolf Höss ötlete volt, aki a feladat vezetőjeként mutogatni akarta a feletteseinek, milyen remekül végzi a dolgát. Walter ennek megfelelően választotta ki a fotókat és készítette el azok feliratát. A tényleges munkát fogvatartottak végezték. Az eredmény 56 oldal, közel 200 fényképpel. Még ha a fényképek a gázkamrákban elszenvedett kínokat nem is mutatják, tagadhatatlan, hogy emberiség elleni bűncselekményt bizonyítanak páratlan mértékben. Ez pont nem azt a célt szolgálta, amit az elkövetők szándékoztak vele. Az azonosító részleg fogja szerint az album 15 példányban készült el. Feltételezhető, hogy az SS vezetője Heinrich Himmler kapta az egyiket, és Höss büszkén kiküldött néhányat az SS más magasrangú alakjainak is. Az albumok közül csak egy maradt fenn. Yad Vashemben Izrael holokauszt emlékhelyén őrzik. A történészek egész biztosak abban, ki volt az eredeti tulajdonosa. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die Kopie von Bernhard Walter, also eine private. Nagy valószínűséggel ez Bernhard Walter személyes példánya, amit megőrzött magának, mint a projekt megvalósításának kulcsfigurája. Számos utalás van erre. Először is az albumot használták korábban. Az eredeti fényképeket kivették, és ehhez a verzióhoz új ragasztót alkalmaztak, ami magyarázatot ad az alacsonyabb minőségre. Egy ilyen példányt nem mutattak volna be Himmlernek. Túl csúnya volt ahhoz. Auschwitz-Birkenau-ban a rabok 12 órás kényszermunkanapja 18 órakor véget ért. A névsorolvasás után a barakba kellett menniük, és nem engedtek ki senkit. Az SS tagjai többféle módon tölthették a szabad idejüket. Bernhard Walter hazamehetett a főtábortól mindössze 500 méterre lévő otthonába, hogy feleségével és gyermekeivel töltse az estét. De az auschwitzi helyőrségben akadtak más lehetőségek is. A férfi és női bajtársak gyakran magárendezvényeken gyűltek össze. Ilyen volt a kettes számú fényképész Ernst Hoffmann születésnapi partija is. Ezt a pillanatképet valószínűleg Walter készítette róla, mert ő nincs a képen. A jelenlétét azonban bizonyítja az ajándék. Egy füzet, amely a vendégekről készített karikatúráiból áll. Joseph Erberről, aki a rámpán irányította az embereket, azt írták, igazi szoknyavadász és remek italkeverő. A háború után halálra ítélték. Vagy ott volt Vera Navrat, akinek jellemzése felső Szilézia szépség királynője, aki rajong a fotósokért. Ezzel utalva a viszonyra Hoffmann és közte. És végül Bernhard Walter, aki remek társ és kiváló mókamester. Habár nem iszik és nem dohányzik, tették hozzá ironikusan. A tömeggyilkosok partiznak. Und es mutet schon etwas. Szürreálisnak tűnhet látni ezeket az embereket, akik úgy ünnepelnek és nevetgélnek, mintha gondtalan lett volna az életük, távol minden háborútól. Miközben körülöttük szisztematikusan ölték meg az embereket. Másrészről a német csapatok teljesen visszavonultak minden fronton. Főleg, hogy 1944 utolsó napjaiban a vereség már a közelükben járt. Relativ kurz bevorsteht.
1945. január 27-én a Vörös Hadsereg mindenféle katonai ellenállás nélkül felszabadítja a tábort. A szovjet katonák tömeggyilkosságok bizonyítékaival találják szemben magukat, amelyeket a menekülő SS nem tudott elrejteni. Élő tanukra is bukkannak. 6000 legyengült fogvatartott volt ott, akik még az erőltetett menethez is gyengék voltak, amellyel társaikat az SS nyugat felé terelte. A legtöbb auschwitzi túlélő csak hónapokkal később szabadult fel más táborokból. Szökése előtt az SS felrobbantotta a krematóriumokat és a gázkamrákat. Bernhard Walter az utolsók között hagyta el Auschwitzot 1945. januárjában, több mint 4 évig tartó tábori szolgálat után. A táborban dolgozó munkatársaival és sok fogollyal együtt a Harz-hegységbe ment egy másik, Mittelbau-Dora nevű koncentrációs táborba. Ez egy föld alatti gyártóhely volt, ahol a V2-es rakétákat készítették a kényszermunkások. 1945. áprilisában ezt a helyszínt is gyorsan ki kellett üríteni. Az űrzavar közepette Bernhard Walter ott felejti az auschwitzi albumát. Abból kell kiindulnunk, hogy valamely számunkra ismeretlen okból nem vitte magával a példányát. Az egyik feltételezés az, hogy amikor 1945 áprilisának elején a táborhoz közeli várost, Nordhausen bombázni kezdték, az SS nagy része sietve menekült, és egyszerűen nem figyelt oda az albumra. Egyébként ez a történelmi forrás megsemmisült volna. A Vogel család 8 tagja közül csak Irén és az idősebb nővére Serena élte túl a megpróbáltatásokat. 1947-ben emigráltak az Egyesült Államokba. Irén férjhez ment, tanár lett és 3 gyermekes édesanya. Ma Washington közelében él, ahol a Holocaust Múzeumban tart előadásokat az auschwitzi tapasztalatairól. Különösen 1944 májusának azon napjáról, amikor családjának nagy részét elveszítette ott az auschwitzi állomáson. Ez a nap meghatározta egész későbbi életét. Az emberek sokszor kérik, hogy írjak róla, de nem akarok. Az a könyv nagyon-nagyon sötét lenne. Nem szívesen azonosítanám az emberi fajt bármi ilyesmivel. Nem. Any kind of respect. And yet I'm not. Én változtatnom kellett ezen. Nem gyűlölhetek mindenkit magam körül. I have friends and I. Vannak barátaim, és alapvetően bízom az emberekben. De az emberiség egészen mégis állatias és kegyetlen. Quite an animal. A cruel animal. Bernhard Walter brit fogságba került. 1947. májusában kiadták Lengyelországnak, és Krakkóban bíróság elé állították számos más SS taggal együtt. Egy másik tárgyaláson egykori felettesét, Rudolf Höst, az album kezdeményezőjét halálra ítélték és felakasztották. Waltert 3 év börtönre ítélték, 1950-ben visszatért szülővárosába, Bajorországba. 1964-ben behívták tanúként a frankfurti Auschwitz perre. Bár nem vádolták, minden tagadott. Azt mondta, nem vett észre semmilyen gyilkosságot, és szeretné maga mögött hagyni mindezt. Igen, valóban ott voltam Auschwitzban. Álltam is a népbíróság előtt Krakkóban. Úgy vélem, letöltöttem érte az időmet. És most, 19 évvel később, vagyis 1959 óta ismét eszembe juttatják ezt az Auschwitz dolgot.
Mivel a fényképeit bizonyítékként mutatják be, a bíró kihallgatja Waltert. És ezeken, ezek vasúti kocsik? Ezek az én képeim. Ön készítette ezeket a képeket is? Igen, én. A bűntudatnak jelét sem mutatja. Azt mondja, személyesen ön készítette a képeket. Én személy szerint nem öltem meg senkit. Alapvetően tiszta a lelkiismeretem. Mégis a levertség és az, hogy nyilvánosan ismert, hogy ott voltam, és része voltam az egésznek, az komoly mentális terhet jelent. Ein schlechtes Gewissen kommt da nicht raus. Es sind oft Worte wie. Semmi jele nem volt a lelkiismeret furdalásnak. Nem akarták, hogy erről kérdezgessék őket. Örültek, hogy mindezt maguk mögött hagyhatták, és ezek a kérdések olyan emlékeket hoztak fel nekik, amit inkább elhessegettek maguktól. Csak kevesen tettek őszinte vallomást, vagy fejeztek ki bűnbánatot. Azok többségének, akiket nem ítéltek el, sikerült, vagy legalábbis úgy tűnt, zökkenőmentesen visszatérni a háború utáni társadalomba. Az auschwitzi fotós 1979-ben hunyt el anélkül, hogy további jogi következményekkel kellett volna szembenéznie. Az auschwitzi szolgálatot teljesítő és a háború túlélő SS tagok közül csak minden 8. embert ítéltek el a tetteiért. Csupán 800 ítélet több mint 1 millió ember meggyilkolásáért Auschwitzban.